Hát én Kalkutai Teréz anyát kérném fel, hogy legyen a békesség bajnoka ezen a szép napon. Kalkutai Teréz anya, békesség bajnoka. Igen, Teréz anyát is igazából a Szentlélek Úristen vezette. Mert hogy jutott el Európába, Indiáig, hát az egy nagy kérdés. És ott Indiába, ugye, tanárnő. Én úgy tudom, matematikát tanít, nagyon ügyes gyerekeknek, nagyon szép. De egyszer elmegy, és találkozik a bajba lévő emberrel, egy szegény emberrel, ki haldokol. Próbál rajta segíteni, de ott az útszélén, hát mit tudott volna csinálni? És hazamegy, és gondolkozik, hogy mit is kellene, hogy is kellene csinálni, hogy ülök én a magam kis kényelmébe, és ott valaki más, meg hát beteg, szenved, haldoklik. Másnap visszamegy, de azt látta, hogy az illető már meghalt. És akkor elindul benne egy gondolat, hogy ő biztos, hogy nem tervezte ő ezt az életébe, hanem a Szentlélek Úristen kezd dolgozni az ő szívébe. És ez a szép, hogy Teréz mer hallgatni a Szentlélek Úristennek. Elmondja az előjáróinak, hogy ő úgy szeretne kimenni a szegények közé, hogy velük éljen, hogy minden nap ott legyen. Hát ugye most így utólag mindenki azt mondja, milyen jól döntött, de akkor biztos, hogy nagyon-nagyon sokan azt mondták, hogy Teréz elment az eszed. De ő mégis nem annyira az előjáróira, meg a jó tanácsadóira, meg talán az osztálydiákokra, akiket ő tanított, csak itt őt nagyon szerettek, hallgatott, hanem mert hallgatni a lelkiismeretére. És elment. És azt írja az életrajz, hogy kibérelt egy kis raktárt, egy buddhista vagy milyen hinduista templomnál, és kiírta a haldoklók háza, berendezte szépen, és hát, hogy mondjam, kezdte befogadni az utcán szenvedő, beteg, haldokló embereket. És egyéb nem volt, volt egy kis víz, egy rongy, kimosta az ő sebeiket, bekötözte, ahogy tudta, és aztán, hogyha valaki pénzt adott orvosságra, erre-arra, így indult el az ő élete. Nem a vágyai vezették, mert egy fiatal lányt biztos másfelé vezettek volna a vágyai. Nem is a józan esze, mert a józan ész azt mondja, hol kapok én több fizetést, hol kapok nagyobb megbecsülést, hanem őt mi vezette? A lelkiismerete. A lelkiismerete által hozzánk szóló Isten. És azt hiszem, hogy mindannyiunk szívébe ott van a Szentlélek Úristen. Az önök szívében is. Ugye, hogyha egy ajtót becsuksz szépen, akkor úgy érzed, hogy béke van a szívedbe. Azt az ajtót, ha durván becsapod, akkor úgy érzed, hogy rossz hangulat van a szívedbe. Most az évek alatt nagyon sokszor én is, úgy, mint Teréz anya, megtapasztaltam, Isten szól hozzánk. Képzeljék el, hogy egyszer kaptam egy ilyen levelet, és azt írta benne, hogy papbácsi, engem innen vigyen el, mert én itt meghalok. Igazából egy kislány írta a plébánossának, plébános elküldte az érsekatyának, az érsekatya ideadta nekem, elmentem, megkerestem azt a kislányt. Hát ilyen késő ősz, ilyen novemberi idő volt, emlékszem, a falu szélén ott volt ez a kislány, megkerestem, aranyos volt, kedves volt, csacsogott, szépen beszélt. Kérdeztem, hogy te írtad ezt a levelet? Azt, igen. Mondtam, hogy eljössz velem iskolába? És azt mondta, igen. Egy olyan házban lakott, hogy nem volt ablak. Nem volt fűtés, nem volt villany. Tehát egy nagyon-nagyon ilyen szegény házban lakott. Kérdem, anyukát hol van? Hát azt mondja, valószínűleg a kocsmában. Na és elmentem, megkerestem az iskola igazgatóját, és azt mondta az igazgató, hogy ne vigyem én ezt a gyereket el magammal, mert
ez fogyatékos, nem is tud beszélni. Hát mondom, én beszéltem vele. Szóval akkor biztos a testvére volt, mert az nem tud beszélni. Na jó van. Azért mégiscsak visszamentem, és arra gondoltam, hogy hát az igazgató azt mondja, hogy ne vigyem el, hát akkor én elmentem, beültem az autóba, és eljöttem Csíkszeredába. És egész éjjel forgolódtam az ágyamba, és arra gondoltam, hogy lám, van egy gyerek, írt egy ilyen levelet, mint a tengerész bedobja a palacba, a tengerbe, elsodródik hozzám, kimegyek, megnézem, húzom a vállamot, és nem segítek. Megszégyeltem magamat. Úgy éreztem, hogy a lélek arra indít, hogy menjek vissza. És beültem az autóba, és másnap visszamentem, és kérdeztem, akarsz jönni iskolába? Azt mondja, igen. Hol van anyukád? Hát még mindig a kocsmába volt. Elmentünk oda, mondom, a leány akar jönni iskolába, Dévára. Nem azt kérdezte, hol van az a Déva, én azt sem kérdeztem, maga kicsoda, hát ez olyan menjen. Hát mondom, de én csak akkor fogadom be, hogyha ezt maga írásba kéri tőlem. Elévettem egy lapot, nagyon szép levelet írt, hogy kérje a Szent Ferenc Alapítvány, fogadja be a gyereket, és nevelje fel. Ennyi volt. Én azzal elvittem Dévára. Útközben olyan beteg volt az a kislány, hogy meghánytatta. Most már egy szégyen szinte elmondom, hogy a templomba, az egyik gyerek azt mondja, ez papács, ez a kislány kígyót hányt. De ilyen bélféreg jött ki belőle a száján keresztül. Na, elvittük mi a kórházba, azt ottan gondozták, ápolták, szépen meggyógyult. És ha hiszik, hanem mikor nyolcadikos lett ez a kislány, hát olyan gyengén tanult, hogy megbuktatták. Na hát, most mit mondjak én? Beültettem magam mellé az autóba, jöttem Szeredába, még volt vagy 3-4 ilyen bukott gyerek, és akkor mondtam útközben, hogy hogy kell tanulni, és még kell tanulni, és ha tanulsz, milyen szép jövő vár rád, ha nem tanulsz, megesznek a tetvek, hát na, ilyeneket szokott mondani a tanár is, ugye, de azt hiszem, önök is, a szülők is, gyerekeket valahogy bíztatni kell, hogy tanuljanak. És közben vezettem az autót, és aztán arra gondoltam, most meg kéne kérdezem, hogy ő mit gondol. És kérdeztem is tőle, hogy kicsi szívem, most mi van a fejedben, mit csinálsz, mire gondolsz? És azt mondja, számolja az út közepén a csíkokat. Hát mondom, és hol jársz? Szóval 3800 valamennyinél. Hát ugye abban az időben, itt Erdélyben nem volt olyan sok csík húzva az úton, hát én tudtam, hogy ez Dévától oda se figyel, amit én mondok, ő ott a jól el van, számolgass a csíkokat. Hát úgy elkeseredtem, hogy én szinte kiestem az autóból. Na de hát mentem tovább, tőled nem mondtam semmit, hallgattam, kész, elég volt. Aki akar, neveljen gyereket, én úgy éreztem, hogy... Na de ez a leány közben elvégezte Déván az érettségit, szépen, eredményesen, elment Kolozsvárra, elvégezte a pszichológiát, az egyetemet, kiküldték Angliába, 4 éve már kín van, és most doktorál Erdély gyermekvédelemből. Tehát nekem, ha valaki azt mondta volna, hogy ez a gyerek, akit el se akartál vinni hazulról, már olyan hitvány, gyenge gyerek volt, az, hogy mondjam, az doktorálni fog belőled, nem hittem volna el. És ezzel még nincs vége a történetnek, mert tavaly nyáron itthon volt, ugye ott is, szabadság van, és azt mondja, szeretne velem beszélni, hol vagyok, és mondom, most megyek éppen Miskolcra, Debrecenbe, előadást tartottam, mondom, gyere te is velem. Na és ki is ültünk ott, nem a templomba volt, egy színházba volt, kiültünk egymás mellé, és egy darabig beszéltem én, és akkor mondtam, most mondjál te is valamit. Hát egy szép nagy lány, közben férhez ment, nagyon ügyesen minden, és akkor mesélte el, hogy azt mondja, a papbácsi ugye összetévesztett engem valakivel, mert azt hitte, hogy én süket néma vagyok, és akkor mégis beszéltem én magával, és nem értette. Mondta, ezt mai napig nem értem, mert tudom, hogy a testvéred sokkal nagyobb, az hogy volt. És azt mondja, hogy úgy volt, hogy amikor első osztályba elment az iskolába, az osztálytársai mondták, hogy anyukád a templom, a kocsma előtt részegen a földön van, és menj, vidd haza. És azt mondja, tél volt, és hoztam a Rodrit, ráraktam anyukámat a Rodlira, és
úgy vittem haza. Utána másnap már nem volt részeg az anyukája, de az osztálytársai rögve azt mondták, megint részeg anyukát. És én sírva odamentem, és nem volt ott anyuka. És utána az osztály kacagott rajtam. És azt mondja, én úgy megszégyeltem magamot, hogy ő egy négy osztály alatt egyszer nem szólalt meg többet az iskolába. És azt hitték az emberek, hogy fogyatékos. Mert szégyelte magát, mert rossz volt neki. És ez a gyerek, akit odahaza a faluba fogyatékosnak tartottak, ez nem csak leérettségizett, nem csak elvégezte az egyetemet, hanem doktorál, és abba a faluba, abba a székely faluba az osztálytársai között 14-en voltak abban az időben, 5-es volt, amikor én elhoztam, 5. osztályba, és ha hiszik, hanem egy se érettségizett. Csak ez az elesett fogyatékos. Tehát én sokszor elmondtam, és hiszem is, hogy az embert Isten teremtette, és Isten selejtet nem teremt. Az lehet akármilyen színű a bőre, azt a jó Isten teremtette. És minden egyes gyermek a jó Isten remek műve. És én úgy gondolom, hogy ha azt a gyereket megfürdeted, megfésülöd, az szép lesz. És hogyha foglalkozol vele, tanítod, akkor haladni fog. De ugyanúgy, mint egy darab föld. Hát, hogyha nem műveled meg, akkor abban csak gaz van és mocsok van, nem? De szépen felásod, beülteted rózsatővel, hát akkor milyen szépen néz ki az a darab föld, nem igaz? Tehát ezért látnám fontosnak, hogy tehát ne a szemünknek higgyük, hogy ez egy, nem is beszél az a gyerek, nem is kell vele foglalkozni, hanem a lelkiismeretünknek, amelyik azt mondja, hogy ne hagyd ott azt a gyereket, hajolj le érte, fürdess meg, legyen türelmed. Hát ugye azt mondom, hogy 4 éven keresztül olyan gyengén tanult, hogy megbuktatták őt is. Tehát, hogy nem egyik napról a másikra táltosodott meg. De lassan, szépen elértük azt, hogy igen, most adófizető állampolgár, és nem koldul, de süket néma, hanem ennek a társadalomnak tagja. És olyan aranyos, mert elmesélte, hogy ott kint Angliába egy iskolának a pszichológusa. És akkor a gyerekek jönnek hozzá, és azt mondja, Csaba testvér, most képzelj el, hogy jön hozzám egy kislány, aki szeretett volna nem tudom milyen Adidas cipőt, vagy mit, és az anyja nem azt vett, hanem másikat. És az összeomlott lelkileg, és most hozzák hozzám hetente kétszer, hogy valahogy rakjam helyre az eszét. És azt mondja, atya, nem tudom elmondani nekem, hogy mikor akkora voltam, nekem cipőm sem volt, nem, hogy ilyen meg olyan, hogy mondjam. Na, értik azt hiszem, amit akarok mondani. Tehát, hogy bízzunk magunkba. Magukat a jó Isten teremtette. Magukat az Isten szereti. Magukért az Isten a kereszten meghalt. Ez az igazság. És nem csak magáért, hanem a feleségéért is. És valahogy ezzel a tisztelettel kellene én az asszonyhoz szóljak. Ez a kislány, aki bekerült hozzánk, ha mi csak szittuk volna, ha mi csak, mit tudom én, kiabáltunk volna neki, nem végezte volna el a 8 osztályt se. De tudták a nevelők, a kollégáim bíztatni, bátorítani, hittek benne. Megadtak mindent, ami kellett, és így kibontakozott. És ez lenne jó, hogy mi is a család egymást támogassuk, bíztassuk. Képzeljék el, hogy ugye itt Szentgyörgyön volt, és mondtam, hogy az asszonyoknak jól esik, ha szépeket mondanak róluk, hogy jól áll a hajuk, finom az ebéd, amit főzött, nem? Melyik asszonynak ne esne ez jól, igaz-e? De azt is elmondtam, hogy a férfiaknak is jól esik, ha bizony jókot mondanak róla. És azt gondolom, az asszonyok még fukarabbak a jó szóval, mint a férfiak. És itt látom, inkább asszonyok vannak, ezért elmondom ezt a történetet. Most mondtam itt Szentgyörgyön, mondtam a Szent József templomba, hogy képzeljék el, hogy hát a hazamegy a férje a munkából, és az asszony azzal fogadja, jaj szívem, te hogy csinálod ezt? Egész nap itthon voltam egyedül, olyan üres volt az a ház, hogy kongott. Most bejössz te,
és tele van élettel, na gyere, adjak egy nagy puszit. Melyik férfinak nem esne ez jól, nem? Jól esik mindegyiknek. Vagy most képzelje el, hogy hazajön az a férfi, és azt mondja maga neki, hogy jaj, szívem, te hogy csinálod? Egész délután ezt a vasalót matattam, de csak tűzi játék lett belőle. Te ráteszed a kezedet, matadsz vele, és már működik is. Na, adok, mind a két kezedre adok egy-egy puszit. Jól esik. Csak utána mondtam, hogy na jó van, hát az a férfi, aki valami hasonlót hallott a héten, odahaza a családba, az emelje fel a kezét. Na jó, ebben hónapban, ne legyünk ilyen rövidek. Elmúlt hónapban valami hasonlót hallott a feleségétől, emelje fel a kezét. Olyan döbbenetes volt, senki nem emelte fel a kezét. Elő volt egy bácsi, felemelte a kezét, aztán ránézett az asszonyra, és hamar az is leeresztette. Hát ugye karácsony jön, nem csak csomagot adhatok, hanem jó szót is, nem? Én olyan sokszor láttam temetésnél, hogy tudunk sírni a másiknak a koporsója mellett. De amíg él, addig csak veszekedünk vele. Nem jobb lenne az, hogy míg él, addig kimutassuk egymás iránti szeretetünket? Sokan kérdezik tőlem is, hogy én miben hiszek. Hát mondom, nem is az a fontos, én miben hiszek, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus miben hisz vajon? Ha karácsony estén elmert jönni közénk, az azt jelentette, hogy hisz bennünk, nem? Egy 16-18 éves leánykára, ugye, boldogságos szüzanyának a kezére merte adni magát. Nem tudott se beszélni, se járni, de bízott Máriába, nem? Józsefbe. Milyen jó lenne, hogyha mi is hinnénk abba, hogy hát ha Isten hitt bennünk, akkor mi is higgyünk magunkba, nem? Olyan érdekes, ugye szoktam mondogatni, hogy ha Jézus Krisztus olyan nyafogó lenne, mint amilyen a mai ember, hát karácsony estén már hazaszaladhatott volna, nem? Hát mondhatta volna, mennyei atyám, te azt hiszed, ezek vártak Betlehembe, szegény József, itt is, ott is kopogtatott, nem kellettünk mi senkinek. Ez az igazság. Nem ismerünk, menj tovább, ezt mondták. Aztán ne tudd meg, mennyei atyám, hogy megszülettem egy istálóba, ott összevegyültem Szénával, Ganéval, minden, valami nagy állatok szinte letapostak, borzasztó, mennyei atyám. Na váltsa meg ezt a világot, aki akarja, én hazajöttem, itt nincs valami kis mennyei diazepán, hogy mondjam, hogy nyugtassam meg magamat. De milyen szép Jézus, nem ezt mondja. Persze neki is biztos fájt, hogy menekelni kell Egyiptomba. Hát hogy ne fájt volna. De nem borul ki, nem kezd kiabálni, belefér. Milyen jó lenne Jézustól ezt a türelmet megtanulnánk, hogy apuk, édesapám rám szól, és valami nem tetszik, ne egyből emeljen fel a hangomat. Hogy a férjem, hogy nem úgy csinálta a dolgot, ahogy kell, tudjak neki megbocsájtani, újra kezdeni. Szentlélek Úristen vezet mindannyiunkat, és bíznunk kell abba, hogy igen, a te szívedben ott van a lélek, és vezet. Itten Szent Györgyön, itt az eltérőnél egyszer stoppol egy atyafi, és felveszem. Vezetem az autót, és kérdem, hova megy. És azt mondja, melyek haza az a büdös, és mondott egy csúfot a feleségéről. Az útszélire húztam az autót, és mondom, szálljon ki. Azt mondja, miért? Hát mondom, én katolikus pap vagyok, és aki így beszél a feleségéről, az menjen gyalog. Hát kint esett az eső, már ősz volt, nézett ki, nézett rám. Persze megismert akkor már, hogy én pap vagyok, meg minden. Hát mondom, mondjon valami szépet a feleségéről, és akkor elviszem. Hát azt mondja, finom palacsintát süt. Nem mondom, akkor csukja be az ajtót, mert megyünk tovább. Na és hát elkezdtünk beszélgetni. Azt mondja, atya, palacsinta, tudja milyen tötelékes káposztát főz? Maga olyan még nem is evett. Mint a cukor, olyan. De nem is csoda, hát ő neveli a disznyót, hát ez olyan, de benne van minden, ami kell, meg a káposztát, ott a kertben. Aztán kiderült, hogy van három szép gyerekük, már unoka is van, minden.
Amire elértünk Bükszádig, mert odavaló volt ez a férfi, szinte szenté avatta a feleségét. Hát én vezettem az autót, és magamban mosolyogtam, hogy mondjam, amikor leszállt, meg ott a névjegykártyát, hogy mindenképpen látogassam, meg minden, de magamban arra gondoltam, hogy van ez? Nem is ismer, és a feleségét egy büdös, utcanőnek nevezi nekem. Hogy beszél így a feleségéről, nem? És akkor azt mondom, nekem ez nem kell, akkor elkezd tudni szépen is beszélni a feleségéről. Igaz-e? Tehát én azt hiszem, ebben a mai világban ez a veszekedős, kiabálós, csúfbeszéd, ez a trágárbeszéd, úgy ránk van öntve, mint valami ketchup folyik mindenkin, ragad sok-sok vagyunk, és azt kellene mondjuk, hogy nem, jön a karácsony, az én nyelvem, az én szám, csúfszót nem ejt ki. Döntsük el, határozzuk el. Teréz anyának sikerült. Annyi idézetet olvastam tőle, de a szegényekről, részeges emberekről, utcanőkről, senkiről egy rossz szót nem mondott. Mikor a szemétből kiszedte a kisbabát, megfürdette, nem azt mondta, hogy lehet ilyen hitvány ennek az anyja, hanem azt mondta, milyen aranyos ez a gyermek. Igaz? És azért szeressük Teréz anyát, mert senkit nem ítélt el. Ő az életében száján rossz szót nem ejtett ki senkiről. Ő mindenki csak dicsérni tudott. Annyira tudta szeretni ezt az egyszerű embert, hogy az felállt, megfürdött, és felöltözött, és Teréz anya leánya lett. Szerzetes nővér lett. És ezt nem ráparancsolta, hanem kiszerette az emberekből a jót. Életemben egyszer találkoztam én is Teréz anyával. Esztergomba voltunk, és hát egy nagy meglátogatta a kolostort, ott volt vagy 40 szerzetes, Teréz anya is. És akkor a nagy ebédlőben ott állt, olyan pici, alacsony, törékeny asszonyka volt, és szerrel jöttek a kispapok, és én felszentelt pap voltam, kezet fogtunk, bemutatkoztunk. És én ahogy oda mentem, meg is puszítottam a kezét, rám mosolygott, visszamentem, és arra gondoltam, hogy ezzel a kézzel, azzal a törékeny, összeasszott, semmi kis kézzel, vajon hány embernek simogatta le a könnyet a szeméről, hány embert vigasztalt, hány gyereket rakott tisztába, hány betegnek mosta ki a sebét, és én hamar még a sor végére álltam, és még egyszer elémentem, és még egyszer megpuszíltam Teréz anya kezét. Még nem vagyok olyan puszilós fajta, de olyan élmény volt, öröm volt nekem ez. Igen. Azt gondolom, a 20. század legnagyobb béketeremtő bajnokai között ott van Teréz anya is. Ő a maga egyszerűségével egy olyan útat tudott mutatni, ami meg tudná változtatni a világot. Adná az Isten, hogy mindannyian valahogy hozzuk meg ezt a döntést, hogy nem térünk le a szeretet útjáról.